Sziasztok! Ebben a videóban egy 22 grammos Mervyn King nyilat fogok nektek bemutatni. A nyilakat a Game Center biztosította a videóhoz. A doboz egy teljesen normálnak mondható Wimau doboz. A doboz elején láthatjuk mindhárom nyilat, mellette King profilképét. A nyilakat a Wimau cég gyártja 90%-os Wolfram tartalommal 22 grammos kivitelben. A hátoldalon egy kis reklám látható. Profi játékosok szerepelnek a képen, akik a Wimau-t választották. Miután lehúzzuk a plexilapot, ki tudjuk venni a nyilakat, amik fekete műanyag nyíltartóban vannak. Jár még a csomaghoz egy kiszállókártya is, ami a hátlap maga. A testek egy fekete hegyvédőben vannak. A test és a piros alumínium szár össze van csavarva, a toll azonban külön áll. Az alumínium szár jó rászorul a testre, de lehet a későbbiekben gondoskodni kell gumigyűrűről, ami nem engedi, hogy a szár lecsavarodjon a testről. A nyíl alakja nagyon érdekes, olyan, mintha csontból lenne összerakva. Ez a kialakítás azonban nagyon jó fogást ad a nyílnak, annak ellenére, hogy a felület teljesen sima. Foghatjuk elől, középen és hátul is, az ujjunk szépen belesüllyed a testbe és nem csúszik meg. A hegy egy fényes 26 mm-es hegy. A test 48,44 mm hosszú. Az ujjainknak mindhárom részen 11 mm áll a rendelkezésre. 6,54 mm a test átmérője. Az alumínium szár és a toll 80,5 mm-rel növeli meg a nyíl hosszát. Toll és szár nélkül a súlypad 22 mm, az eredeti szárral és tollal hátul súlyos a nyíl. Ha azonban rövid műanyag szárral használjuk, akkor a súlypad középre esik. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, hogy a soron következő videókról ne maradjatok le, mert hamarosan egy újabban jelentkezem. Sziasztok!